nézzük meg együtt, mi van a ládában. Kisiratos a világ közepe. Ki más mondhatná ezt hitelesebben, mint Misik Endre kisiratosi séf, aki régi vágyát váltotta valóra, amikor szülőfalujában hangulatos éttermet rendezett be, az apósától kapott parasztházban. A vendéglátás és a hagyományőrzés kéz a kézben jár a portán, ahova a mobilládát is befogadta egy kellemes beszélgetésre, amelyből megtudjuk, mit tanult Mótáros Lajos újságíró filozófia tanártól, de szóba kerül Néhai Pávai Gyula irodalomtanár neve is. A sikeres szakács elmondja, hogy szerinte miben rejlik a finom ételek titka, és természetesen egy kisiratosi receptet is megoszt velünk. Misik Endre a mobilládában, ahol aradi magyarok mesélnek önmagukról. Először is köszönjük, hogy itt lehetünk a Miska étteremben, és hogy befogadod a ládát egy adásra, amit ugye rendszerint mindig azzal kezdünk, hogy a meghívottat megkérjük, mutassa meg, mit hozott a ládába. Hát itt is bekerült valami a ládába, úgyhogy igen. Kérlek, hogy beszélj róla, jó? Én elkészítettem egy, kivettem belőle, persze, ugye? Persze, igen. Készítettem egy szakácskönyvet, egy 90 éves szakácskönyv, és gondoltam, hogy ezt teszem be a ládába. Szerintem ez valahogy mindig elkísért, tehát bárhol is dolgoztam, vagy szakácskodtam, mindig velem volt. Ezt a szakácskönyvet még a kis piacon, a Csíki mellett, ugye ott én vettem, és már akkor olvasgattam középiskolába. Hány évesen vetted? Középiskolás voltam. Középiskolás voltam, tizedik körül. Elkísért Békés Csabára, Szabadkígyósra. Volt, hogy kölcsön adtam, beszerettem volna köttetni. Uh-huh. És odaadtam egy mesternek, és körülbelül egy fél évig ott volt nála, és nem készült el. És akkor mentem utána, nem hagytam. Uh-huh. Ez egy jel, hogy így kell maradjon. Igen, igen. És mit kell tudni erről a szakácskönyvről? Van benne valami érdekesség, vagy milyen típusú ételeket tartalmaz? 90 évvel ezelőtt egészen másképp főztek, de nagyon jó ételsorok vannak benne. Nagyon sokat szoktam olvasgatni. Uh-huh. Van valami, amit ebből készítettél, vagy direkt úgy, hogy ott írja? Igen, nagyon sok minden, de a leves például, egy nagyon egyszerű leves, ami kis sonkával, füstölt sonkával, tejszínnel és rizssel készül. És milyen tájegységnek az ételei ezek, vagy a magyar konyha? Magyar konyha. Uh-huh. Magyar konyha. Azt mondtad, hogy tizedik osztályos voltál, igen, amikor ezt megvetted. Már akkor tudtad, hogy te szakács leszel? Hát nagyon szerettem főzni. Itthonról édesapám sokkal többet főz, mint édesanyám. Onnan tetszett meg maga a főzés. És 12. osztályban a Pávai tanár úr... Igen, ugye magyar irodalomtanár, magyar irodalom, mi közel van neki az ételekhez, meg a szakácskodáshoz? Hát sokat beszélgettünk ugye maga a pálya választásról, és akkor innen bátorított, hogy erre indulj. Uh-huh. És akkor hogy vezetett az út? Békés Csabára kerültem, tehát 96-ban érettségiztem Aradon, és utána Békés Csabára kerültem, és egy két éves szakácsiskolát végeztem. Szabadkígyóson közben tanulóként dolgoztam, és utána Batonyán, Pécskán dolgoztam, mint szakács. És most visszatértél ide? Visszatértem ide, kisiratosra. Szülőfalud, ugye? Így van, így van. Uh-huh. Mit ad neked a szakácskodás? Miért ezt a pályát választottad? Szeretem azt, mikor megdicsérik az ételem. Jó látni azt, mikor visszatérnek hozzám a vendégek. Emlékszel esetleg az első dicséretre, amit kaptál? Emlékszem. Megosztod velünk? Emlékszem, ez még tanulóként, egy évet jártam körülbelül iskolába, tehát még végezni nem végeztem. Szabadkígyóson dolgoztam a vadászpanzióba, és a főszakácsnak valami dolga akadt. Ott hagyott egyedül, és megcsináltam a dolgomat önállóan, egyedül, és akkor kaptam az első dicséretemet. Ez az, ami ösztönöz téged a mindennapokban? Dicséret, a kintről jövő dicséret, másoktól érkező dicséret és visszajelzés? Igen. Uh-huh. Ez hajtóerő lehet? Igen, ez hajtóerő számomra. Kérlek, hogy ezt
Most fölnézzük meg, olvassuk el, olvasd el. Tehát szükségesnek látod-e a hagyományőrzést? Jól neked célozták, azt hiszem. Igen. Igen, nagyon sokszor próbálkozok én is új dolgokkal, de mindig arra a következtetésre jutok, hogy a hagyományos dolgok sokkal, de sokkal jobbak. Közkedveltebbek is vagy? Van. Hát van olyan vendégem, aki hetente jön rendszeresen, és például a kedvenc étele a túrós csusza. Ami egy egyszerű étel, és lehet, hogyha valami különlegességet tálalnák föl neki, akkor nem jönne. A gasztronómián kívül másképp is próbálod a hagyományokat őrizni? Nem tudom. Néptáncoltál mondjuk fiatalkorodba? Néptáncoltam. Magát az éttermet is úgy alakítottam ki, hogy rengeteg régi tárgy, amihez lehet, hogy kötődök is. Nagyon sok minden volt, amit hoztam. A mai napig is kapok dolgokat, jönnek, hoznak. Legutóbb a papbácsitól kaptam egy mérleget. Úgy érzem, hogy meg tudom ezzel mutatni a mai fiataloknak, mondhatni azt, hogy ezek a tárgyak valamikor használati tárgyak voltak, és nagyon fontos szerepet töltöttek be az embereknek az életébe. Milyen diák voltál? Milyen diák voltam? Szorgalmas. Tanultál? Nem. Lógtál? Nem. Iskola mellé jártál többet? Az igazgatóságra jártál talán? Engedelmeskedtél a tanároknak? Szeretted a szabályokat? Hát a szabály... Milyen típusú diák voltál? Tehát szorgalmasnak nem mondhatom magam, de azért úgy megpróbáltam mindig tehát betartani a szabályokat, és... Pávai tanár úron kívül más tanár, aki megmaradt az emlékeidben, van-e? Persze, természetesen a nótáros tanár úr, az osztályfőnököm a Réhon tanár úr, Kóri tanár úr. Kitől tanultál a legtöbbet életed során, mit gondolsz? Nem feltétlenül csak a szakácskodásra gondolok, hanem úgy, ki adott át legtöbb ismeretet neked? Nótáros tanáról. Mit tanultál tőle? Tehát nagyon sokat beszélgettünk, és egy dolog jutott most hirtelen eszembe, például a dohányzással kapcsolatban. Egy 16 éve nem dohányzom, előtte nagyon sokat dohányoztam, és annak idején, mikor vele beszélgettünk, mindig azt mondta, hogy ez tehát fejbe dől a dolog, ő is dohányzott annak idején, de mindig azt mondta, hogy ha holnaptól nem akarok dohányozni, akkor nem dohányzom. És ez ilyen könnyen ment? Nem. Nem, de akkor úgy felnéztem rá, hogy ez nála ilyen... Tehát ez így működik. Uh-huh. És neked hogy működött? Hogy szoktál le a dohányzásra? Hát nagyon sok próbálkozás volt, és 16 évvel ezelőtt sikerült. Van esetleg más függőséged is? Nincs. Ez. És ettől megszabadultál? Nincs. Megszabadultam, hál' Istennek. Örülsz neki. Örülök. Egyébként egészséges életet élsz? Nem. Sokszor nincs idő. És nincs idő enni, és akkor kóstolgatok, csipegetek ebből is, abból is, és este, mikor befejezem a műszakot, akkor kezdek el, akkor ugye lenyugszom, és akkor kezdek el enni. Kiadós vacsora akkor ezek. Így van. Melyik a kedvenc ételed? Kedvenc ételem? Na, ezen is sokat gondolkoztam, mert nagyon sok étel. Nagyon sok étel van, ami talán a halászlevet emelném külön.
Miért? Az összes többi közül. Azt nagyon szeretem készíteni is. Több helyről, ugye Szegeden, sokat járok Szegedre, a sógorom például Szegeden szakács, és akkor nagyon sokat szoktunk ezekről a receptekről, a hagyományos dolgokról, hogy ki hogy készítette a halászlevet, és talán a halászlével foglalkoztam sokkal többet, mint más étellel. És mi a kedvenc italod? Szeretem a pálinkát, jó minőségű pálinkát. De főzöd? Szoktam, igen. Szoktam főzni. Ugye a pálinkának régen mindig az volt, tehát nem szerették a pálinkát, mert sokszor olyan gyümölcsből készítették, ami nem volt megfelelő minőségű, és akkor ezért nem lett jó a végtermék, se a pálinka se. És most már azért minőségi alapanyagokkal készülhetünk. Tehát a pálinka a kedvenc italod? Mondjuk így? Mondjuk így, igen. Uh-huh. Nagyon ritkán és keveset beszélsz a családodról, vagyis legalábbis én akárhányszor voltam itt, én nem tudok róluk semmit. Úgyhogy ha róluk mesélnél, ha én jól tudom, lányaid van? Igen, van két lányom. Uh-huh. A nagyobbik lányom, ő most kezdte a főiskolát Váradon, és a turizmust választotta. Kicsit kötődik a munkához is, igen. Igen. A kisebbik lányom az pedig elsős Gyulán tanul román iskolába, Nikolája Bölcseszkó. Uh-huh. Igen, ti családotokra jellemző az, hogy megfordultok külföldön, és te is mondtad, hogy Magyarországon is dolgoztál, most a gyermeked tanul Magyarországon, hogy igazából melyik, mit tekintesz otthonodnak? Kisiratost. Kisiratost. Batonyán laktunk, tehát 98-ba költöztünk Batonyára, és most két éve, hát mondhatni azt, hogy tavaly döntöttünk úgy, hogy úgy hozta az élet, hogy ide Kisiratosra költözünk. Hát Kisiratos a világ közepe. Örülök, hogy ezt mondod. És sokkal jobban érezzük magunkat, ha már családról beszélek, itt Kisiratoson. A gyerekek is sokkal jobban érzik magukat, mint Batonyán. Batonyán is jó volt, tehát ott is befogadtak az emberek. Milyen apa vagy? Csendes. Mihoz ki a sodrodból? Mihoz ki a sodromból? Jó kérdés. Van-e valami, amivel mondjuk a lányok? Van, persze, mikor nem készülnek el időre. Tehát valahogy az idővel, hogyha valahol oda kell érni, akkor az pontosan legyen. Ezt három nővel nehéz az nehéz, indulás, ugye? Tehát ez az egyetlen egy dolog, ami kihoz igen, a sodrotból. Igen. És ezen kívül szigorúnak tartod magad? Nem. Mindent megbeszéltek? Megbeszélünk, így van, mindent. Sokkal jobban az anyjukkal. Anyjukkal van a napi szinten a kapcsolat. Mi az, amit együtt csinál apa lánya? Van ilyen program? Van, szoktunk együtt főzni. Nagyon sokat segítenek a konyhán. Most hétvégén is itt voltak, például jöttek egy hidegtálat kellett készíteni, és akkor ügyesen, amit mondok, azt megcsinálják. És... Neked van kedved otthon is főzni? Miután itt egész nap ezt csinálod? Van. Van. Akkor te főzöl otthon. Igen. Igen. Mi a család kedvenc étele? A kedvenc étele a húsleves. Azt mindenkinek, azt hiszem, vagy én nem tudom, úgy látom, hogy ez mindenkinek nagyon... Az hagyományosan vasárnap mindig a húsleves. És milyen főnök vagy? Az is csendes. A főnöknek szerintem csendes. Nagyon sokszor inkább nyelek, és tanulom is magát a főnök szerepet, mert nem könnyű dolog. Ez itt most a te éttermedre gondolsz? Igen. És akkor, amikor egy nagy konyhán dolgoztál, egy nagyobb étteremben, és ott kellett a
konyhán a feladatokat irányítani, ott is ugyanilyen csendes voltál? Ott nem. Ott nem ott volt, amikor szükség volt arra, hogy egy picit fölemeljem a hangomat, és erősebben követeljem meg a dolgokat. De lehet, hogy ez azért is volt, mert sokszor kellett olyan emberekkel dolgozni, akik nem értettek a szakmához, és ebből kifolyólag. Értékeled azt, hogyha valaki jó szakember? Igen. Ez fontos szempont, mikor egy emberről véleményt alkotsz? Így van. És mi mindent veszel még figyelembe, mikor valakiről egy véleményt megformálsz? Hát lehet, hogy nem jó dolog, de az első látás, vagy az első benyomás. Uh-huh. Lehet, hogy nem jó, de nálam sokat meghatároz. Mikor sírtál utoljára? Nem olyan rég. Mostanában elég, tehát kicsit mondhatni azt, hogy érzékenyebb vagyok. Tavalyi elvesztett, tehát anyósom és apósom mind a ketten elmentek, és most nagymamám fekszik, hát úgy mondta, hogy a halálos ágyán. Jó, sajnálom. És ezek egy picit... Ugye elkeserít az elmúlás, vagy a családhoz ragaszkodsz inkább jobban? Mindkettő. Mindkettő. Van-e olyan dolog, amit szüleidtől tanultál, és úgy érzel, hogy mindig is végigviszel? Nem tudom, egy ilyen szlogen, mondjuk anyukától, apukától valami, hogy mindig figyelj erre, fiam, figyelj arra, vagy ezt így csináld az életben, ezt úgy csináld az életben. Vannak-e ilyen arany mondásaik, amiket úgy érzel, hogy végigkísértek egész mostanáig? Magát a munka szeretetet, az, hogy legyek becsületes, tisztességes. És ez. Ez a családi örökség. Igen. Mi az, amit változtatnál magadon, ha van ilyen? Vagy van-e olyan tulajdonságod, amit nem szeretsz magadban? Amit változtatnák, az az étkezésem. Ez, amit nagyon akarok változtatni egy picit. Tehát, hogy jobban odafigyeljek arra, hogy egy kicsit egészségesebben. Meg talán rendszerezettebben vagy? Igen. Mi lenne a fontos? Igen. A rendszer inkább? Vagy a rendszer. A rendszer, ami nincs. És... Mit szeretnél leginkább kipróbálni? Valami merész tervei vannak. Merész terveim? Nem egyetlen tudok most. Egyetlen bevállalós vagy? Nem. Akkor, mikor ezt az éttermet elindítottad, akkor úgy előtte sokat latolgattad, hogy most nagyon megéri, sokat. Nem éri, induljon, ne induljon? Nagyon sokat. Körülbelül, hát a parasztház az nagyon romos állapotban volt, és körülbelül 10 évet dolgoztam rajta. Nem mindig egy picit, tehát újítgattuk, alakítgattuk, és nehezen szántam rá magam arra, hogy önállóan, tehát mint vállalkozó. Mitől féltél? Tehát tudtam azt, hogy az elején nehéz lesz, és ez így is volt, az első év az nehéz volt. Utána, hogy jött a pandémia. Ez még rosszabb, erre tényleg egyáltalán nem számítottam, de ezek nem voltak a tervben benne. És viszont azt jelenti, hogy valamit nagyon jól csinálsz, mert néznek, hogy itt van, és működik, és keresik, és jönnek az emberek, koronavírus ide vagy oda, elégedett lehetsz magaddal. Így van. Szoktad ünnepelni magad? Nem. Szülinapot, vagy bármilyen pillanatot, jeles pillanatot? Nem, tehát nem nagyon szeretem ünnepeltetni magam. Miért? Nem tudom megmagyarázni. Ilyen szerény ember vagy. Jól érzem? Lehet. Van-e olyan, hát ezt szoktuk így kérdezgetni, akár egy történelmi személy, vagy egy filmszínész, vagy bárki, akinek a bőrébe bújnál egy napra?
Vagy egy séf? Nincs, de a középkorba úgy visszarepülnék, és akkor megnéznék egy konyhát, hogy ez hogy is működött, vagy hogy főzött egy szakács a középkorban. Neked minden a konyha tűzhek. Körül fordult. Igen, igen. Milyen lehetett vajon? Igen. Szerintem nehéz. Uh-huh. Nehéz, de izgalmas. És milyen lesz egy konyha 100 év múlva? Hát a modern gépek most már átveszik a hatalmat, és már nem olyan, mint itt nálam a hagyományos. Te könnyen nyitott vagy az ilyen dolgokra? Úgy átadnád a gépeknek a feladatot? Nem. A gépeket se, tehát nagyon sokszor a drága gépeket megveszik egy konyhára, és nem tudnak vele dolgozni. És akkor onnantól kezdve már nem működik. Tehát először is az ember, aki a konyhát működteti, és akkor egy drága sütő nélkül is meg lehet sütni egy finom ételt. Igen. Hát a ládás kérdésünk is egy ételhez kapcsolódik. Méghozzá az, hogy milyen ételt küldenél egy ládában valakinek, aki nem ismeri kisiratost. A kisiratos is savanyalevest küldeném el neki. Hogy készül? Kétfajta húsból, tehát marhahúsból, meg tehát csirkehúsból, tehát lakodalmakkor vagy ünnepekkor szokták készíteni ezt a savanyalevest, és tejfölös, pici piros paprikás leves. Mikor készítetted utoljára? Ma. Tehát gyakran. Igen. Gyakran készül. Igen. És kitől tanultad? Két hetente. Ezt a receptet kitől tanultad? Édesapámtól, akkor nagyon sokat idősebb nénitől, akik főznek, ugye, és... És van egy standard recept, vagy ez azért alapul közben? Tehát még lehet hozzáadni, elvenni, vagy tartani kell azt az eredeti elképzelést? Mondhatni azt, hogy szerintem tartom az eredetit, mert ha változtatok egy picit rajta, akkor már megváltozik az egésznek a... És aki már evett belőle, azt tudja. Szoktál sírni filmeken? Igen. Reggelente szoktál zuhanyozni? Igen. Lennél tűzoltó? Igen. Szereted a horrorfilmeket? Nem. Nyaraláskor megnézed a helyi látványosságokat? Igen. Szoktál újévi fogadalmakat tenni? Igen. Alapvetően bízol az emberekben? Igen. Elmennél bikaviadalra? Nem. Van törzs helyed? Nincs. Akkor az újévi fogadalmakból erre az évre mit fogadtál meg? Mert ezt olyan határozottan rávágtad, hogy igen, szoktam. Már beszéltem róla, én szerintem az étkezéssel. Aha. Az étkezéssel, ami tudom, hogy ez nagyon, nagyon rossz, és akkor ezen szeretnék változtatni. Sok sikert hozzá. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy jöhettünk.